Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Miskolcon. Ahogy szoktuk, kezdetnek mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nám, közösen 7-szer. Om Nám. 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 Köszönöm. Hölgyeim és uraim, térjünk vissza egy kicsit az Édenkertbe, és a nyugati szellemtörténet első reflexióját idézzük fel. Mi történt az Édenkertben azon kívül, hogy egy kígyó, egy alma, Ádám és Éva egy nagyon fontos tudati játékot játszott el? Az történt, hogy az első önreflexiója az emberiségnek megszületett. Mihez kellett ennek történnie? Nézzük szépen sorban. Tehát eszünk a jó és gonosz tudásának fájáról egy olyan gyümölcsöt, ami az alma, az érzékszervi tapasztalás. Ezt elnevezzük vagy jó, vagy rossz tapasztalásnak. És a következő mozdulata meglátjuk, hogy Ádám és Éva meztelenek. Tehát valami történt. Mire láttunk rá? Tehát hirtelen elkezdtünk tudatosan látni, megkülönböztetni magunkat a környezettől, megkülönböztetni a meztelent és a felöltözöttet, mert ettünk a jó és gonosz, azaz a duális tudás fájáról. Ekkor keletkezik az én. Ez egy olyan szellem, amit nem lehet már a palackba visszagyömöszölni, mert úgy tűnik, hogy amikor kinyílt a homlokcsakránk, és tudatosan elkezdtünk dualisztikusan gondolkodni, akkor az egyik, ha nem a legelső megkülönböztetés az volt, hogy ez vagyok én, itt ültök ti, ez meg körülöttünk a világ. Ezt a megkülönböztetést minden fejlődő ember elsajátítja, és dolgozzunk egy olyan fogalommal, amit úgy hívunk, hogy énség. Bátran mondhatom, hogy az énség fogalma az elmúlt legalább 2500 évben nem lett letisztázva. Ha tényleg tudnánk, hogy kik vagyunk, akkor nem így viselkednénk másokkal és magunkkal szemben. Ha tényleg tudnánk, hogy kik vagyunk, akkor nem kellene ember fölötti és embertelen kategóriákat átélnünk. Ott, ahol ez a gondolkodás megvan, de nem tudatos és nem tudatosan dualisztikus, ott ez a kérdés nem merül föl. A kutya nem tud kutyátlanul viselkedni. Meg lehet tanítani egy csomó mindenre, az emberi kondicionálás vagy idomítás, de természetüknél fogva az állatok csak azt a programot tudják követni, amitől a delfin delfin, a ló ló, a sas sas, a kutya pedig kutya. Nem láthatsz olyan sasmadarat, amelyik egy másik sasmadárnak így odabök a szárnyán, vagy te most nem viselkedtél sashoz méltó módon. Vagy egy delfin leminősíti a másik delfin úszását, hogy te azt az uszonyt, azt hogy tartod, azt hogyan mozdítod, meg rosszul kaptad el azt a makrélát. Tehát a delfineknél sincs ilyen probléma. Mi emberek állandóan egymást ellenőrizgetjük, egymásra vetítjük a karmánkat, és ezzel az önképpel, hogy énség, egyáltalán nem foglalkozunk. Adottnak vesszük, hogy mi ilyenek vagyunk, és kész. Tehát magunkkal szemben nem merülnek fel, tisztelt a kivételnek, olyan kérdések, hogy befele keressünk valamit, ami egy kicsikét ehhez az énséghez és a forrásához közelebb vezetne. Tehát azok az entitások, legyenek állatok, növények, ásványok,
ahol az énség kérdése nem merül fel, és nem választottak le a környezetükről, azt úgy hívjuk, hogy az egyévválásra nincs szükségük, mert sohasem váltak külön, sohasem következett be egy önreflexió, amely leválasztotta volna őket a másik emberről, a világról, és így magukat nem különböztették meg. Ezt a zenben úgy hívjuk, hogy az ilyenség előtti, vagy az ilyenség nélküli állapot. És látom a szemeken, hogy ez az ilyenség mit jelent? Hogyha a középutat nagyon szépen üveghangra kihúzatod, akkor látod, hogy mind a nirvána, mind a szamszára, mind a szenvedés, mind a megvilágosodás az emberi tudat által alkotott fogalomkör. Erre azért van szükség, mert ezt a leválást, az énnek a világról való leválását, a jelenségnek a lényegből való kiszakadását valahogy át akarjuk hidalni, újra akarjuk egyesíteni. Erre az újra egyesítésre találták ki a religiót, a vallást. Az, hogy a vallások ezt a feladatot mennyire töltik be, ezt mindenkinek a saját józan ítélőképességére bízom. Itt hatástanulmányokat nem végzünk. Egymással, magunkkal foglalkozunk. Ezzel az énséggel foglalkozunk. A szélsőségeket tehát, ha elkerüljük, és a saját fogalmainkat nem vetítjük rá a világra és a másik emberrel, akkor látjuk, hogy az ég kék és a fű zöld. Ez az igazság ilyensége. Ehhez viszont kell egy olyan tudat, amelyik egyé vált, valahol a religiót, az újraegyesülést elérte. Ehhez kell az egyéválás ilyensége, amikor a csepp visszatér az óceánba, a kicsi én visszatér a nagy éntelembe, és ehhez a duális gondolkodás elé kell visszatérni. Paradox módon, minél jobban gondolkodsz a megvilágosodásról, annál kevésbé tudod elérni. Minél inkább gondolkodsz az énedről, annál több problémát fogsz teremteni. Minél inkább belátod, hogy a világ a te gondolkodásodtól függetlenül éppen ilyen, annál inkább egyé tudsz válni, és fordítva, minél inkább egyé válsz igazi önvalóddal, annál tisztábban látod a világ és magad ilyenségét. Tehát a nulladik pont az, amikor nincs szükség egyéválásra, mert nincs duális tudat. Az első réteg, az első pont az egyéválás ilyensége. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Ebben a pillanatban egyé vált az egyén és a közös, a kicsi és a nagy. Ebben a pillanatban nincsenek duális párok, és hirtelen visszatért a gyümölcs a fára, és nem különböztetünk meg jót és gonoszat. A következő lépés, mivel ez egy tiszta tükör, a tisztán látás. És a tisztán látásból következik az igazság ilyensége, hogy az ég kék, a fű zöld, ti előttem ültök, figyeltek, hallgattok. És a harmadik és utolsó lépés az ilyenség tapasztalatában, szanszkritul tathatá, és a tathágata a Buddhának az egyik jelzője ebből következik, az a működés ilyensége. Feljön a nap, világos lesz. Esik az eső, nedves lesz a föld. Valaki éhes, enni adsz neki. Valaki boldog, vele együtt vagy boldog. Az utolsó két mondat bemutatja a működés ilyenségének az A és a B változatát. Az egyik az, amikor egyé válok a környezettel, illetve az előttem lévővel. Ezt például olyan esetekben teheted meg, amikor káros következmény nélkül osztozhatsz valakinek a karmájában. Például valaki boldog, és vele együtt örülsz. Ez nem jár szenvedésteli következménnyel. De ha valaki éhes, és csak vele együtt éhezel, akkor mind a ketten éhen haltok. Tehát az alanyi egyéválló ilyenség, azaz, amikor például valaki, ahogy mondtam, boldog, és te vele együtt boldog vagy,
De a tárgyi odaforduló az pedig az, amikor valaki szomjas és inni adsz neki. Éhes, enni adsz neki. És ezzel az ilyenségek rendszere, amit Sun Tzu Zen mester állított fel, befejeződik. Nincs több. A lényeg, ami nem név és nem forma, nem köthető jelenséghez. De enélkül a tiszta tükörtudat nélkül nem lenne meg a képgyűjtemény, az igazság ilyensége. És hogyha az igazságot nem látjuk tisztán, akkor a működés ilyensége sem lenne meg, sem az alanyi egyéváló, sem pedig a tárgyi odaforduló működés sem. Miért van erre szükség? Általában a saját ideáinkkal, hogy mit tartunk jónak és mit tartunk rossznak, próbálunk előre jutni, valamilyen iránytűt fölállítani. De mivel ez mindig annak a gyümölcsnek a következménye, amely a te dualisztikus gondolkodásod, soha nem lesz mentes az egoitástól, a fixa ideától, az abszolútnak gondolt beszédtől, olyan szavaktól, amelyeknek az értelmét ugyan nem tudjuk, de használjuk. És ezek a szenvedés forrásai. Amikor jelenségeket akarok abszolútnak látni, amikor nem látom be a karmák keletkezését, maradását és eltűnését, akkor ez a tükör, ami benned a tisztánlátás, az ilyenség képessége, eltorzul. Eltorzul, mert a jó és a rossz abszolút mi volta, tőled függetlenül létező mi volta, ez egy olyan téves nézet, ami eltöri a tükrödet. Benned egy hatalmas szakadék keletkezik, és az egyik fele a jó, a másik a rossz, és nem tudod áthidalni. Mihelyt a jó és a rossz keletkezését belátjuk, magunk általi teremtettségét belátjuk, ezek a fogalmak relatívvá válnak, és másképp fogjuk őket használni. Már kötjük az ok és okozat működéséhez, és nem valamilyen abstrakciónak vagy rendszernek a következménye lesz, és végképp nem könyvekből fogjuk kiolvasni és elismételni mások után, néha vakon, átgondolatlanul, hogy mi a jó és mi a rossz, csak azért, mert ezt már több ezer éve valakik így gondolják. A Buddha világosan elmondta, ne higgyétek el a tanításomat azért, mert a hagyomány átadja, vagy azért, mert logikusnak tűnik. Vizsgáljátok meg, és hogyha működőnek találjátok, kövessétek. Ha nem szeretnétek, akkor ne kövessétek. Ez nagyon világosan el van mondva azért, mert a buddhizmus nemhogy nem izmus, még csak nem is vallás, és nem foglalkozik sem térítéssel, sem pedig dogmatikával. Tehát nincsenek abszolút értékű kijelentések. Vizsgáld meg, hogy az ok és okozat működését feltárja-e a tanítás. Vizsgáld meg, hogy alkalmas-e a tan arra, hogy a szenvedéstől megszabadulj és megszabadíts másokat. Vizsgáld meg a tant, hogy alkalmas-e a követése arra, hogy te elérd a megszabadulást, és másokat is segíts megszabadulni a szenvedéstől. És hogyha ezután szeretnéd gyakorolni, akkor gyakorold. Látom és érzem, hogy az ilyenség tanítása az nem rögtön érthető. Ezt az elmúlt 22 év során akárhányszor tanítottam, a hallgatóság mindig egy kicsikét így megmerevedett, mint tejzsír ugye a folyadék tetején, és ugye várják, hogy valami történjen. Nem fog történni semmi. Maradj meg ebben a nem tudomban, sőt a nem értemben. És akkor megtapasztalsz valamit, ami gondolkodás előtti, mert amit mondtam, az megállította ezt az elmét. Nyugodtan maradj meg abban, hogy nem tudod, hogy nem érted. Ez nem hiba. Végre az elme vissza tud térni a saját önképe, a saját körforgása elé, és hogyha egy egész elvonuláson gyakorlod ezt a tiszta tudatot, akkor kimész, és az ég nagyon kék, a fű nagyon zöld, a kutya nagyon szépen ugat. És úgy látod a világot, ahogy van. Nem bontod le arra, hogy ez most neked jó vagy rossz, hogy ez most élet vagy halál. Egyszerűen teszed a dolgod. Sákjamuni Buddhának nagyon sok ilyen mitikus beceneve volt, például a világok által tisztelt, vagy a tökéletesen megvilágosodott, vagy a legfelsőbb felébredésben részesült.
De volt egy olyan szanszkrit neve, a Tathagata, amit szerintem nem gyakorlók fordítottak, hanem csak akadémikusok vagy tudósok. És ezért a Tathagatát úgy fordították, hogy aki így jött. És ez nekem már korán szemet szúrt, hogy ez most mit jelent, hogy aki így jött, hogy jött? Hát mindenki két lábon jár. És az én megfejtésem erre, hogy Tathagata az, hogy aki az ilyenségbe lépett, aki egyé vált az ilyenséggel. A gáté az ugyanaz, gáté, gáté, paragáté, mint a kapu. A Tathagata az, aki az ilyenség kapuját átlépte, tehát belépett az ilyenség a tisztánlátás állapotába, és ezért már nem lehet az elméjét széthasítani különböző kategóriákra. Onnan tudod, hogy ez benned működik, hogy nem alkotsz ítéletet. Tehát látod, hogy ki milyen ember, látod, hogy te milyen ember vagy, de nem mondod azt, hogy egy ember jó vagy rossz. Viszont nagyon jól látod, hogy mit tesz, mit mond, mit érez, mit gondol. Oké? Okay. Az ilyenség, mint tisztánlátás azért kell, hogy ne mások gondolatai, rendszerei, kategóriái, ítéletalkotása határozza meg a te létformádat. Hányszor adunk mások véleményére? Hányszor keressük máshol az igazságot, mint itt és most? És ettől szenvedünk és szenvedtetünk. Ha erről le tudnánk mondani, ezt hívnánk a tudat aszkézisének. Az aszkézis, a görög szó azt jelenti, hogy gyakorlat. Valaminek a következetes, világos gyakorlása. És az aszkézisben benne van a fegyelem, tehát ez a fegyelmezett gyakorlás. Ennek az egésznek a része a technika, görögül praxis, és ezt a technikát, mint praxis szokták az emberek összekeverni az úton járással. Ezt azért mondom, mert a zen az inkább elvesz, elveszi az illúziókat, elveszi a fixa ideákat, semmint adjon egy új rendszert, egy új látásmódot. Miért? Van már szemed, miért nem látsz vele? Van már füled, miért nem hallasz vele? Van más szíved? Miért nem érzel vele? Azért, mert a gondolataiddal azonosítod magad. Mert a gondolataid beszennyezik az érzékelésedet. Mert az elvárásaid torzítják a másik embert előtted. És ezektől az illúzióktól kell csak megszabadulnod, és ahogy Sung San Zen mester tanító költeménye mondja, megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonos, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különböző, akkor is. Miért? 3x3=9. Ez a tanító költemény, amely megtalálható az egyik gyűjteményünkben, világosan elmondja, hogy hogyan kell az azonos vagy különböző típusú gondolkodástól megszabadulni, bemutatja, hogy eredetileg már teljes vagy, és azt is, hogyha tartózkodsz a szélsőségektől, akkor a világ működését pontosan úgy látod, ahogy az van. 3x3=9. És ez, hölgyeim és uraim, nem csak matek. Ez az alapművelet, ez a szorzás, ez nagyon könnyű. Itt mi van? Itt mi van? Ott mit látsz? Másokban. Hogyan érzékelünk? Hogyan viszonyulunk? Hogyan ismerjük fel a helyzetet, a kapcsolatot és a teendőt vagy működést? Ezért van szükség az ilyenségre, és ahhoz való visszatérésre, amit Buddha természetnek hívunk. Amiről a Buddha természet szól, annak eredetileg nincs neve vagy formája, de valahogy el kell neveznünk, hogy az intellektusod gombot tudjon rá varni. Azért, hogy az elméd ne essen nihilizmusba. Miért? Ha a lényegedre azt mondod, hogy ez valami, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod, hogy semmi, akkor is. Ez a nem szóba fogható,
Ez a tiszta, tükörszerű és térszerű. Ez ledob magáról mindent, amit szóban vagy másképp attribútumként, tulajdonságként elmondhatnál. Miért? Mert nem teremtett. Ha teremtett lenne, akkor lenne tulajdonsága. Akkor lenne jövése, menése, színe, szaga, hangja, látványa, formája, tapinthatósága és a többi. Akkor lenne érzékszervekkel felfogható, gondolattal gondolható, érzelemmel érezhető. De mivel nem teremtett, hanem a teremtő maga, most maradjunk ennél a megint helytelen megnevezésnél, csak a cél miatt, ezért nem azonosítható semmivel, ami teremtett. És ez az, ahol mondjuk a keleti és nyugati kereszténység békét köthetett volna 1054-ben, és nem egymást kiátkozva keleti és nyugati kereszténységre szakadt volna, ha ezt a problémát megoldják. De addigra már sem a teológia, sem a logika, sem pedig a hídgyakorlat nem volt ehhez elegendő, mert a szellemi ősrobbanás óta több mint 1000 év telt el, és az áthagyományozás olyan zajt hagyott benne a hagyományvonalban, hogy a nézőpontok kibékíthetetlenné váltak. Miért? Mert az Isten képet összecserélték az Isten élménnyel. Az feltűnt, hogy a misztikus keresztények nem vitatkoznak? De a teológusok igen. Pontosan azért, mert az egyéválás ilyenségét nem élték át. A misztikusok igen. Ott van Isten élmény. A teológusoknál csak Isten kép. A képen, a teremtetten, a foghatón, azon lehet vitatkozni. Az igazi teremtőn, akit nem látsz, nem hallasz, nem szagolsz, nem tapintasz, nem gondolhatsz el, nem érezhetsz, azon nincs mit vitatkozni. Úgyhogy ez a pici nyugati fordítása az eredeti, azt mondom, törhetetlen középútnak, amit hát nem csak Sákyamuni Buddha, hanem mások is az utolsó tizedes pontig lebontottak és újraépítettek. Ez a tapasztalat által több ezer éve alá van támasztva. És itt most egy pár olyan nevet mondok, akik ugye kicsit utána néznek, tanulhatnak. Ugye a Bodhidharma a Zen első és a buddhizmus 28. pátriárkája. Szokták mondani, de Bodhidharma valójában a 28. pátriárka, és Hui Ko az első zen pátriárka. Kínában Bodhidharmát nem számolják, mert ő az alapító, és az első ő Hui Ko. Ahogy Sákyamuni Buddha nem pátriárka, hanem Mahakásyapa az első. Ez azért fontos, mert 28 generáción keresztül a tan úgy fejlődött, hogy Indiában volt. És pont a felénél a 14. volt Nagarjuna. Ha utána nézel, akkor két iskola egyesül az ő filozófiájában, az egyik a Yogacsára, a másik a Madhyamaka. Nem várom el, hogy ezeket a fogalmakat, neveket tud, nem szükséges, de akinek vágy füle van és kíváncsi, az utána nézhet. Tehát a középútnak a filozófiája, amelyen az ilyenség is alapszik, az Nagarjunával születik meg úgy, hogy törhetetlen mind filozófiailag, mind tapasztalatilag. Mind a praxis, mind az aszkézis ott van. A tudatnak az elképesztő fegyelme és a tapasztalat általi alátámasztottsága. 14 generációval később Bodhidharma elviszi a tant Indiából Kínába, és ott találkozik már a taoizmussal és a konfucianizmussal, úgy, hogy már az azt megelőző évszázadokban számos szerzetes generáció átvitte a tant, de úgy, ahogy Bodhidharma, úgy senki. Miért? Tessék egy picit fölidézni azt, amit az első 10 percben mondtam, és mindenkit nézett üveges szemekkel, hogy az ilyenség az micsoda. És most elmondom azt a párbeszédet, amit Wu uralkodó és Bodhidharma folytatott. Wu uralkodó tudta, hogy Bodhidharma kicsoda. Bodhidharma híre messze megelőzte őt. És Wu uralkodó, mint a Tang dinasztia egyik kiemelkedő császára, ő pontosan kiművelődött a szútrákból. Tehát ő jó buddhista volt. Ő értette az ok és okozatot. Együttérző, bölcs és keménykező uralkodó volt egyszerre.
És amikor Bodhidharma odajött, akkor ugye a Lotus szútrából az erények és az okozatiság szútrájából idézett, amikor azt mondta, számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetest támogattam. Mennyi erényt szereztem ezáltal? És Bodhidharma azt mondta, semennyit. Akkor egy lépéssel visszalépett az uralkodó, és visszakérdezett, de hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Erre Bodhidharma azt mondta, végtelen tér, semmi szent. És az utolsó kártya az mindig a közvetlenül a tudatra mutatás, és uralkodó ezért megkérdezte Bodhidharmát, de hát akkor ki áll előttem? És erre Bodhidharma azt mondta, fogalmam sincs. Tehát ez a három válasz mutatja ennek az egyéválás ilyenségnek a működését. Mind a három válasza innen jött, és ide tért vissza. És persze, hogy uralkodó ezt nem értette, ott volt az udvari szerzetes, Master Chi, és Bodhidharma szó nélkül kiment, átment a folyón, és Shaolin egyik barlangjában 9 évig jóga szamádiban ott volt, és meditált. Várta, hogy egy kicsit megérjen a társadalom arra, hogy tanítható legyen. És uralkodó megkérdezte Chi mestert, hogy mester, végül is ki volt ez a Bodhidharma? A Chi mester azt mondta, nem kevés szerzetesi diplomáciával, hogy felség, ő volt Avalokitésvara, az együttérzés bodhiszattvájának a megtestesítője, aki a Buddha tudatának a pecsétjét hordozza. És akkor az uralkodó azt mondja, ő egy jó lelkű, lelkiismeretes császár volt. De küldöttséget, gyorsan küldjenek utána! Erre Master Chi egy ilyen nagyon ázsiai mosolyjal azt mondta, hogy felség, az egész országot utána küldhetné, akkor se jönne vissza. Ez Bodhidharma előtörténete, még van jó pár, és azt kell mondanom, hogy ha az ilyenség vagy a tükörtiszta tudat tanításának van kőkemény megtestesítő, akkor az ő. Nem mint hogyha előtte nem lett volna egy nagyon komoly, ahogy mondtam, 28 generációs pátriarchális vonal, vagy utána ne lett volna olyan tanítói zenmesteri gyűjtemény, mint például Huineng, a 6. pátriárka. De Bodhidharma kiemelkedő volt, mert teljesen megújította a tant. Tehát 1000 évvel a Buddha után egy olyan lelket lehet belé ismét, hogy a mai napig építkezünk abból, amit lerakott az asztalra, úgy, hogy 4 dharma beszéd maradt utána. 4-es darab. Ezek angol-kínai változatban olvashatóak, és egyszer reméljük, hogy magyarul is kiadjuk. Kinek van kérdése? Egy olyan kérdés kívánkozik ki belőlem, aminek a témája épp testben, épp lélek. Ha ezt megfordítom, akkor beteg testben, beteg lélek, ha magamat veszem, mondjuk az egyik gyermekem beteg, akkor az minden szinten hat rám. Nem csak fizikailag korlátoz, hanem a hangulatomat, érzelmemet, tudatomat, jelenlétemet teljesen meg tudja zavarni. Honnan és miért ez a rengeteg betegség? Miért a test miért ilyen gyenge, esendő, könnyen megbetegszik? 1000 és millióféle betegség, amivel nem tudunk mit kezdeni. Dehogy nem. Van gyereked? Hogyne, 2 is. 2 is. Szülésnél ott voltál? Természetesen. Nagyon jó. Láttad, hogy hogy bújik ki? Igen. Oké. Ha keményebbek lennének a csontjai, ki tudna bújni? Nem. Ugye, hogy nem? Ha lágyabbak lennének a csontjai, később kibírná azt, hogy leesik innen-onnan? Hogy odaveri a kis fejét? Nem. Nem. Tehát nézd meg azt, hogy a testünk paraméterei mennyire ehhez a földi élethez vannak kalibrálva. Oké? Ez a test. A lélek az rögtön otthon van a testben? Hát kapcsolódik a születéskor. Nem ez a kérdés. Kapcsolódik, sőt már fogantatáskor, sőt egy picit előtte is kapcsolódik. Fogantatáskor lerakta az Enter gombot oda a billentyűzetre. Nem ez a kérdés. Rögtön megszokja?
Gondolom, hogy nem. Nem, hát azért, nézd meg a gyereket, hát hány évig tart, amíg fölnő? A lélek elfogadja a mulandóságot raktan? Szerintem igen. Nem. Nem lázadunk? Prométheusz nincs benned? Nem perlekedsz egy kicsit, hogy meg kell halni? Dehogy nem. Ah, hát akkor lázadsz. Mi lázad, a test vagy a lélek? Ezen nem gondolkoztam soha. De, hogyha legyél szíves gondolkodni ezen, mert hogyha a betegségek forrását meg akarod találni, akkor a karma keletkezésének a forrását is meg kell találni. Nem a testnek van baja a halállal, a léleknek van. Nem a testnek van baja a feltételez kötöttségnek, a lélekkel van. Tehát innentől kezdve látható, hogy az elme megcsinál valamit érzelmileg, gondolatilag, és ráterheli a testre. Ezt hívják szomatizált karmának. Például valaki állandóan aggódik, előbb-utóbb gyomorfekélyes lesz. Valaki olyan táplálékot eszik, amit nem tud rendesen megemészteni, tönkre megy a bélflórája, vastagbélrák, egyebek. Most egyszerűsítek. De a léleknek a problémája, amikor már olyan elképesztő mérték, hogy nem tudja a tudat magában tartani, az ráterhelődik a testre, mint egy kényszerű háttértárra. És paradox módon a betegség kialakítása vagy létrehozása az elme által történik. Legyen az érzelmi vagy gondolati. Most nem beszélek egyéb fertőzésekről, immunrendszer, itt csak a szomatikus betegségekről. Kiderül, hogy az elme a saját működését akarja fönntartani úgy, hogy a plusz terhet, a paraméteren felüli terhet rányomja a testre. Hogyha ezt nem tenné meg, akkor a működése lehetetlenné válna. Vagy megőrülne, vagy összezuhanna, egyebek. Amikor betegek vagyunk, akkor egy olyan karmát élünk át, amit a lélek nem tudott tudatosítani, mert túl sok volt, túl kellemetlen volt. Ezért az önvédelmi mechanizmusaink ezt lezárták, és rátolták a testre. És akkor megbetegítjük saját magunkat. Hogyha a lélek egészséges, akkor a test is egészséges. Ez így van. De attól a test nem lesz halhatatlan. Tökéletes sem. Független sem. Az ugye világos, hogy ebben a teremben mindenki oxigénfüggő. Az, hogy mennyire szeretetfüggőek vagyunk, ez nem nyilvánvaló rögtön. Kicsikét menj a magányba 49 napig, nézd meg, hogy ki hiányzik rögtön. Tehát az, hogy épp testben, épp lélek, ez egy görög ideál, görögül kalokagatia, és innentől kezdve van egy olyan belső kötelességed magad felé, hogy a test és a lélek egészségét tényleg élethosszig megtartsd. Keleten ez nem volt meg. Keleten, hogyha te szerzetes lettél, előbb-utóbb beteg lettél, sérülhettél, mert annyit gyakoroltál, és nem a testneveléssel foglalkoztál. Ott, hogyha egy szerzetes az aszkézis gyakorlása közben beteg lesz, akkor ez nem más, mint a karmájának a tisztítása. Ők ezt így fogták föl. És a legtöbb szerzetes korán meghalt. Tehát 55-65 között ők mentek. Volt, aki még annyit sem élt meg. Tehát a test egészsége mindig a lélek egészségéből következik, és nyugodtan fordítsd ezt le például az immunrendszered működésére, az emésztőrendszered működésére, és a többi. Annyit tudj, hogy például Kyong Ho Sunim, aki Sung San Sunimnak egy több generációval előtte lévő tanítója volt, ő leírt egy pár dolgot, és például azt is leírta, hogy a tökéletes egészség akarásában rengeteg kabzsiság és egoitás van. Nézz erre rá! Tehát, hogy te tökéletes egészséget akarsz, miközben lelkileg sem a magad, sem mások szenvedését nem csökkented. Tehát az eredethez kéne visszatérni, a karma szülőhelyére, a lélek kohójába kellene visszatérni, és abba kéne visszadobni az énség gyűrűjét, hogy égjen el. És hogyha egyé válik a lélek, a kicsi, a naggyal, akkor a test is egészséges lesz, mert a lélek is kiegészült.
Ezért van az, hogy a meditáció egyik mellékhatása a lélek öntisztító képességének az aktiválása, és egy bizonyos pontig, hangsúlyozom, bizonyos pontig a test öngyógyító képességének is az aktiválása. Példa, hogyha van egy nagyon-nagyon magas hőfokú tüzed, akkor szinte bármit beledobhatsz, azon nyomban elég. Viszont ha csak pár száz fokon ég, akkor tovább tart, amíg elégeted. Hogyha nagyon alacsony hőfokon ég, akkor nem is éget el bizonyos dolgokat, és benne marad szennyeződésként. Hogyha a testednek és a lelkednek elképesztően magas az energiaszintje, akkor a bejutó ingerhatásokat szinte azon nyomban az éberség tüzében, lélek, és az immunrendszered tüzében, test, elégeted. Ez mindaddig tart, amíg a hitrendszered, információ, és a test és a lélek energiaszintje ezt megengedi. Utána essen lefele. Tehát aki a testben bízik, hogy az nagyon sokáig és nagyon jól fogja szolgálni, az biztos, hogy csalódni fog, mert a test az egy óriási tanító ahhoz, hogy te a lélek működését a testen keresztül meglásd. Bizony, egészséges lélek, egészséges test. Ha megbetegítetted magadat, akkor az milyen lelki problémára utal? Honnan jött az a betegség, amit hirtelen az elme ráterhelt a testre? Hogy ezek azok a kérdések, amiket a betegség során föl kell tenni. Miért? Mert a betegség lefokoz. Tehát lefokozza a működésedet. Nem tudsz futni, nem tudsz annyit gondolkodni, az érzelmeid össze vannak kavarodva, lázas vagy, egyebek. De pont ez az, amikor belül, hogyha végigköveted, hogy a betegség honnan jön, meg tudsz szabadulni karmától. Meg tudsz szabadulni énségtől, fixa ideától. És ezért a betegség is, mivel üresség természetű, teremtett. A teremtettségét be kell látni, és akkor eljutsz egy teremtő állapotba, és úgy is dönthetsz, hogy nem teremtesz betegséget. Döntés kérdése. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Az elfogadásról szeretnék egyébként kérdezni. Nekem született egy több fejlődés rendellenességgel egy gyerekem 25 évvel ezelőtt, és hát már most 25 éves. És amikor megszületett, utána mi nagyon sokáig kórházban voltunk, és nagyon sok anyával voltam együtt, akinek ugyanilyen betegséggel, krónikus betegségekkel voltak a gyerekei, és apák nem voltak ott. És ugyanígy nem volt ott az én férjem sem, soha, mert nem tudta ezt a dolgot elfogadni, én meg elég könnyen. Aztán utána azt láttam, hogy mindenki elvált, meg benne vagyok ilyen fogyatékos csoportokban, meg fogyatékos egyesületekben is, és nagyon sokszor az anyák egyedül vannak, én is egyedül voltam, de egyedül neveltem fel a gyerekemet, most éppen Ankarában tanul, tehát sokszor külföldön. Az egész család ellenem fordult, tehát ketten vagyunk egyedül. Most a barátnőjével, egy kazak barátnőjével, azzal az elfogadásával küzd, egész életében az elfogadással küzdött. A másságnak az elfogadásával kapcsolatban kérdezném, hogy mi a véleményed egyébként. Nincs más, csak ilyen van. Tehát, hogyha mindenkire és mindenre úgy nézel rá, hogy van, akkor belátod, hogy neked és a férjednek vagy exednek, ha jól hallom, olyan karmátok volt, hogy hozzátok egy fogyatékkal élő lélek született le. Ez egy elképesztő együttérzés gyakorlat. Tehát a szülő azt vállalja, hogy amíg él, addig mindent megad neki, ez a szülő részéről egy törlesztés. És a leszülettő lélek részéről is egy karmikus tisztulás, amivel ő is törleszt valamit, amit előző életeiben gyűjtött föl. Senki nem akarja ezt úgy, hogy szenvedjen, vagy szenvedést okozzon, de bizonyos karmákat nem lehet másképp jóváírni, vagy törleszteni csak így. Ezért történnek ilyenek. És ez kölcsönös, szülő és gyermek részéről egyaránt. Úgyhogy, és az elfogadás az, hogy mindig azzal küzd egész életében? Az elfogadás mindenkinek a saját dolga. Tehát ő neki, saját magának is be kell látni azt, hogy ő miért került ilyen helyzetbe, illetve az őt körülvevő személyeknek is. Itt mindenki csak a saját kérdését teheti fel. Úgyhogy az elfogadás az semmi más, mint az ok és okozat tudomásul vétele.
Az el nem fogadás, az az illúzióhoz való ragaszkodás. Én ezt másképp akarom, mint ahogy történt, mert nem jó az, ahogy történt. Mert nem az, amit én szerettem volna. Hogyha ez a karmátok közösen, akkor ennek kellett történnie. Ez nem azt jelenti, hogy ezen ne változtathatnál. De valójában magadon változtat ez a tény. Az elfogadás azt jelenti, hogy belül kell változnom, és magamon kell változtatnom, nem pedig a külvilágnak az egyébként már megmásíthatatlan történésén. Ez az elfogadás ténye. Ez több minden kell, de szenvedés nélkül ez nem megy. A Buddha maga 4 nagy szenvedést kellett, hogy lásson, mielőtt az ösvényre tért. És apává kellett váljon, mielőtt aszkéta lett. Tehát nagyon kevesen hozzák összefüggésbe azt, hogy Buddha 28 évesen egy utódot hozott a világra, egy fiút, és kijelentett, hogy Ráhula született, Bilincsem született. Tehát ő azt érezte, hogy az apaság úgy megfogja, hogy csak menekülni tud, lásd azokat az apákat, akik nem voltak ott. Azok az apák, akik nem voltak ott, azok nem az erdőbe mentek, hogy megvilágosodjanak, hanem valóban búfelejteni. Buddha 4 nagy szenvedést látott, amely ezzel a kötéssel együtt kirepítette őt a társadalomból, születés, öregség, betegség, halál. Ez a 4 nagy szenvedés. És hogyha erre nem találunk választ, hogy ez honnan jön, akkor tényleg nem tudunk elfogadni senkit és semmit. Úgyhogy a Buddha megtalálta azt a választ, hogy a tudat által teremtetik ez a világ, és a mi tudatunk teremti a mi világunkat. Közösen is, családban is, párban is, egyénben is. A közös az itt a csoport. Ugye tessék azt az elfogadást gyakorolni, amely az ok és okozat törvényének a dinamikus, emberközpontú, kreatív működtetése. Nem fogadjuk el a tényeket csak azért, mert keletkeztek. Elfogadjuk azt, hogy idáig jutottunk, és mostantól egy bizonyos irányba visszük tovább. Ez azt jelenti, hogy ne válj a családi karmádnak a következményévé. Te döntsd el, hogy az adott válságban, az adott kohóban, amely évtizedekig fönnállt, ha jól hallom, te milyen emberré akarsz válni? Mit akarsz magadból kihozni? Következő kérdés. Nekem lenne egy olyan problémám, hogy nem tudom elfogadni az zajokat, és nagyon idegesít, és ezért ez mindig visszahúz. Olyan, mintha egy más világba élnék, és egy általános beszélgetés is néha annyira tud zavarni. Ennek érdekében mindent megtettem. Próbáltam szeretettel beszélni emberekkel, hogy kompromisszum legyen, szülessen meg. Nem sikerült, mert az emberek nem hajlandók ugye kompromisszumot kötni. Tehát nem halkítják le magukat, tehát ez borzalom. Igen. Jó, és megvan a probléma. És ebből kifolyólag, tehát se aludni, se, tehát nekem ez egy nagy probléma, és ezért mindig visszaesek. Úgy gondolom, speciális hogy... meditációt fogok neked adni itt, publikusan, és mindenki elviheti magával. A hangok rezdülések. Hogyha megtapasztalod belül azt, ami nem hang, nem rezgés, akkor előbb-utóbb tudsz aludni, mert meg tudod magad különböztetni a zajoktól. Jelenleg ott tartunk, hogy a reaktív tudatod állandóan rárajtol a zajra, meg akarja semmisíteni, és kiderül, hogy ez lehetetlen. Miért? Mert a világ maga a rezgés. Az Om a hinduk szerint a világ teremtő szótagja, és ebből a rezdülésből jött elő az egész világ. Az Omkára az az univerzum teremtése. Tehát, amikor te a zajokra azt mondod, hogy nem, akkor valójában az egész világra azt mondod, hogy nem. Tehát ez valami olyan erős önvédelem, amit belül te föntartasz, és hiába. Tehát ez az erőfeszítés, tudod, hogy hiába való. Ez egy szép lassan azt a belső feszültséget, ami ebből a lehetetlenségből fakad, ki kell engedni, különben felörlöd magadat. És a következő meditáció lesz, mindenki kipróbálhatja, hogy hazamész, és otthon leülsz gyönyörű, félig nyitott szemmel, buddhai tartásban, lótusz, fél lótusz, teljesen mindegy, csak legyen stabil, még székre is ülhetsz, és te úgy döntesz, hogy ahelyett, hogy a zajokat akarnád megsemmisíteni hiába valóan,
felfogod a hangokat úgy, ahogy vannak. Miért? A hangok, a rezdülések önmagukban nem zajok, és nem zene. Tehát én megéltem azt, hogy az egyik meditációm alatt valaki elkezdett láncfűrészelni, mert fát dolgoztak föl tőlem nem messze. És olyan volt, mintha egy szimfóniát hallgatnék. Miért? Mert a tudatom olyan beállításban volt, hogy bármilyen hangot zenévé tudott formálni. Neked az a következő, hogy bármilyen zajt vagy rezgést vissza tudsz vinni a mozdulatlanba, a nem mozdulóba. Ehhez kell a hangok fölfogását gyakorolni, és a felfogóban maradni, nem reagálni arra a rezdülésre, amely éppen feléd jött, és a füled meghallotta. Tehát a zajban nincs zavar. Benned van a zavaró hatás, mint reaktív tudat. Te nevezed ezt mondjuk zajnak, más csettintésnek, páran meg se hallják. Tehát leülsz, figyeled a testet, figyeled a lélegzetet, és itt vagy a tantienedben, és engeded azt, hogy a zajok téged elérjenek, mert nem semmisítenek meg. De te sem tudod azokat megsemmisíteni. És ahogy itt ülsz, ahogy a gondolataid egyre csendesednek, és csak a hallás van, úgy egyre erősebb lesz a középpontod, ez a tantien, és egyre kevésbé reagálsz a zajra. És minél kevesebbet reagálsz a hangra, annál kevésbé lesz zaj belőle, annál kevésbé fog zavarni. Hogyha ezt a reaktív tudatot nem fékezed meg, akkor gyakorlatilag a világnak a természetes működése fel fog őrölni. És mondom, van ellenszer, csak ki kell kapcsolni azt a reaktív tudatot, amely zajjá fokozza le a világ rezdülését. Ez a meditáció ide vezet. Szeretnéd? Igen, nagyon jó. Akkor a Miskolci szangában is, és a templomban is ezt lehet gyakorolni. Szeretettel várunk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Ha jól értelmezem a tanításaidat, akkor úgy tudok a mindennapokban gyakorolni az éberséget, hogy az érzékszerveimben keresztül élem meg a mindennapokat. Is. De látod is az érzékelést. Érzékszerviség az az életünk része. Érzékszervhez kötött lények vagyunk. De ha puszta érzékelés elég lenne, hát akkor az állatok, hát azok nyernének. De az érzékelés látása az nagyon kell. Vezérlése, uralása az is kell. Megítélése az nem kell. Mond. És akkor így jönne a kérdésem, hogy történt most a családomban egy haláleset, édesapámat temettem el tegnap, vagy temettük el. És nyilvánvalóan így az előadásodon keresztül próbáltam így a családi karmával dolgozni, és ez a haláleset, ez behív nyilvánvalóan érzéseket így a mindennapjaimban. És hogy lehet ezzel úgy dolgozni, ezzel a családi karmával úgy, hogy ne legyek dualisztikus? Mert hogy a tudatom az rögtön úgy látja az apámat, hogy igen, ebben a régi helyzetben jó apaként viselkedett, és mondjuk ez olyan tulajdonságot mutatott akkor, amit mondjuk én szeretnék továbbvinni. És bejön egy olyan emlék, ami egy negatív az én megítélésem szerint, és mondjuk látom azt benne, hogy ezt viszont nem szeretném tovább. Ez egy nagyon egészséges közelítés, és nagyon jó a kérdésed. Ilyenkor három dolgot kell tenned, és mondjuk erre egy megemlékező szertartás alkalmas, többre is, de ezt a hármat mindenképpen tartalmazza, amelyet belül te is elvégezhetsz, és tanácsolom is, hogy végezd el. Az első pont az, amivel kezdted. Hogy voltak nagyon-nagyon jó dolgok, amiket kaptál édesapától, ezért hálás vagy. És belül megköszönöd mindazt a jót, amit kaphattál tőle, és amit szeretnél elvinni. Én is kaptam az enyémtől. De nekem nem volt meg ez a tanítás, és én évekig dühös voltam rá, mert meghalt. Mert nem élt tovább. Mert nem javította ki a karmáját. És én azt gondoltam, hogy az én dolgom ennek a megítélése, mert én vagyok a fia. Nem. Én nem ítélhetem meg a szüleimet.
Ha jól csinálják ők se fognak megítélni engem. De amikor arról van szó, hogy a jót tovább akarom vinni, akkor azt meg kell hálálni. Belül megköszönöm ezt, és ezt, és ezt, hogy apám ezt adtad, ezt a nevelést, ezt az egyebet kaptam tőled. És ez a hála, ez a helyére teszi az erényeket. A másik a megbánás és megbocsátás. Tehát megbocsátod az apádnak azt, amit akaratlanul, vagy számodra akarva, de elkövetett ellened, amivel szenvedést okozott, és azt a karmát, amit nem akarsz továbbvinni, azt gondolatban visszaadod neki, mint egy táskát. Apám, ez a te karmád, én ezt nem viszem tovább, visszaadom neked. Amit megadhattál, azt köszönöm, amit nem adhattál meg, arról lemondok. Megbánom azt, amit én követtem el ellened, és megbocsátom azt, amit te követtél el ellenem. És akkor egy nagyon világos reláció beáll. Tehát a pozitív, a hála köszönet, és utána pedig a megbánás, megbocsátás kiveszi a negatívat. Ugyanis a szélsőségek által kötődünk. A pozitív és negatív polaritás hozza létre a karmában a kötést, mint a beton. Hogyha a polaritásokat kiveszed, a karma kötőereje is elmúlik, ekkor látjuk pont ilyennek, de már nincs olyan énesség, amitől pozitív vagy negatív tapasztalat lenne belőle. És a harmadik az elengedés, és az elengedés csak akkor lehetséges, ha az első kettőt megcsináltad. És az elengedés az, hogy Isten hozzád. Kiszálltál a testből, meghaltál. Menj az utadon. Én életben vagyok, én élek tovább, ez a dolgom. Te eltávoztál, az a dolgod, hogy menj. És ezt ki kell tudni mondani azért, hogy ő is haladhasson az útján, és te is. Mind a háromra szükség van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az én kérdésem a párválasztásra vonatkozik, hogy hát abban a helyzetben, hogyha mondjuk életünk során hasonló személyiség szerkezetű embereket vonzottunk vagy magunk köré, és akikkel mondjuk nem úgy tudtunk együttműködni, ahogy szerettünk volna, és mondjuk ezen szeretnék változtatni, akkor hogyan és mi módon tudnám felismerni azokat a dolgokat magamba, hogy más típusú embereket tudjak magam köré gyűjteni, akikkel jobban tudok kapcsolódni. Hasonló személyiség szerkezetű emberekre gondoltál, ugye? Igen. Itt a hiba. Mit csinálnak az ellentétek? Vonzák egymást. Igen, jól tudod a fizikát. Mit csinálnak az azonosságok vagy hasonlóságok? Azok is vonzák. Azok taszítják egymást. Hát nézzük a mágnes pólusait, tök egyszerű. Az emberi karma nem egypólusú, tehát nem csak pozitív, vagy csak negatív. De ha te hasonló személyiség szerkezetű párt szeretnél, előbb-utóbb az egók úgy szembefordulnak egymással, ahogy kell, és csak a hibát látják meg. Hogyha mered vállalni az ellentétet, hogy nagyon más lesz a párod, mint te, soha nem fogytok ki az üzemanyagból. Mindig lesz miről beszélni, mert tök másképp látja. És mivel tudod, hogy nem hasonló személyiség szerkezetű, ezért el is viseled, hogy másképp látja, sőt azt szereted, hogy másképp látja, mint te, másképp gondolja, másképp teszi. Ahol te feszült vagy, ott teljes elnyugvásban és relaxban van. Ahol ő bizonytalan, ott te biztos vagy. Érted? És megvannak aztán azok a közös vonások, ezek inkább érzelmiek és nem gondolatiak, ahol aztán tényleg így teljes egység van. De merj más személyiség szerkezetűt választani, mint te magad, mert akkor előbb-utóbb, te ki vagy. Érted? Mert már túlságosan jól ismered. És meg ő is téged. És nagyon sok olyan párkapcsolatról hallottam, akik nagyon biztosan mentek, és megnézték egymás képletét, és elmentek a jóshoz, és úgy törtek darabokra 10 éven belül, ahogy kell. Javasolhatok valamit? Igen. Menj vissza egészen a szerelmi ősrobbanáshoz. Tehát eddig 3-at tudtam megkülönböztetni. Az egyik a kozmikus, erről a fizikusok beszélnek, és hogy az milyen ősrobbanás volt marhára, nem tudjuk, csak az univerzum létrejött.
Másik a szellemi ősrobbanás, amikor ilyen nagyon nagy tanítók lerakták a paradigma alapjait a semmiből látszólag, és a szerelmi ősrobbanás, amikor látszólag a semmiből jön valaki, és minden ok nélkül beleszeretsz, meg ő is beléd. És ez a szerelmi ősrobbanás, ez előfeltétele egy olyan párkapcsolatnak, ahol mondjuk a tartosság, beszámíthatóság, megbízhatóság nevében úgy döntötök, hogy nagy részt kibírjátok egymást, és nem rohantok el, nem adjátok be a vállópert egy év után, meg hasonlók. Tehát amikor arról van szó, hogy egy feltételhez kötött létben együtt kell működni, együtt kell élni, mert mind a ketten úgy döntöttetek, hogy igen, akárki előtt, akkor a feltétel nélküli szeretet az, ami ezt az egészet lehetővé teszi. Ha nincs meg valahol a szerelmi ősrobbanás, és ez nem az, hogy ámornyi lavak, hanem arról szól, hogy úgy megszerettétek egymást, hogy úgy tűnik, hogy abban a pillanatban számodra az ő a párod személyében a 10 000 nő visszatért az egybe. És az az egy az ő. Hölgyeknél ugyanez, hogy 10 000 férfi visszatért épp a férj jelöltbe. Most, ha ez a feltétel nélküliség nincs meg, akkor ez az abszolút pillanat, hogy a másik neked épp a mindened, az nem jön el. Ezt nem lehet csak matekból megcsinálni, nem lehet csak feltételes kötöttségből megcsinálni, és végképp nem lehet csak szerződés szerint együtt élni. Ez nem megy. A feltétel nélküliség üzemanyaga az, ami a feltételhez kötöttet elkezdi szépen kenni, mozgatni, kicsit enyhíteni az elképesztő vitákat, a feltételhez kötött létnek a válságait, a stb. Tehát ezt a kettőt kell egyeztetni, mert nem tudod, hogy a szépségcsomagban mi van. Eltelik egy pár hónap, egy olyan arcát mutatja meg, hogy te még ilyet nem láttál, pedig eddig milyen jó volt. A hölgyeknél ugyanez, ott a férfi, és nem tudják, hogy az okosságcsomagban mi van. Megszületik egy-két gyerek, hát ilyen apát akartam, hát ilyen lett. Nevelhető, de akkor is. Mármint az apa, nem csak a gyerek. Tehát nézd meg, hogy a feltételhez kötött, és a feltétel nélküli mennyire egymásra van utalva. És ilyenkor kell tényleg felnőttnek lenni, és megnézni, hogy az apróságokban, hogyha különbözünk, akkor a nagy dolgokban tudunk egyetérteni? Az irányunk az tud közös lenni, miközben a cselekvésmódunk más tud lenni? Tehát megvannak-e a megfelelő ellentétek és a megfelelő azonosságok? Mert tehát, ha kis dolgokban egyet tudunk érteni, de a nagy dolgokban állandóan összekülönbözünk, nem marad együtt a kapcsolat. A részletekben való aprócska különbözés, ez még olyan édibédi is tud lenni, hogy te arra számítasz, hogy lehetőleg a másik ne úgy gondolja, mint te. Tehát aprócska példa, hogy a leendő, és most már megszületett gyermekünk, és az esetleges további még egy nevén 5 perc alatt a feleségemmel teljes nézetazonosságra jutottunk, az esküvői szalvétát 45 percig válogattuk a dekorboltban. És ez így van rendjén. És boldogan tettem mind a kettőt, érted? Tehát ezek azért fontosak, mert hogyha megfelelő helyre teszed az ellentéteket, azok olyan energiát szolgáltatnak, ami kell. Az azonosságok olyan nyugalmat szolgáltatnak, közösséget, egységet, ami kell. És sosem lesz tökéletes, sosem lesz ideális, de, ahogy egy korábbi tanítványom mondta, mindig, mikor megkérdezte, hogy alakulunk. Hogy vagytok? Alakulunk. Alakulunk. És ez az alakulást kell alakítani, hogy te kivé válsz mellette, és ő kivé válik melletted. És amikor vitatkozol vele, akkor nem azt kell mondani, hogy így rossz vagy, ezt ne mondd, ezt ne csináld. Inkább azt kéne, hogy na, ha ezt így teszed, kivé válsz mellettem. Ha ezt így mondod, kivé válsz mellettem. És nem azért nem szólok neked vissza, mert nem szeretlek, hanem azért nem szólok vissza, mert nem tudnék jót mondani. Akármit mondanék, azzá válnék, akivé én nem szeretnék válni. Úgyhogy inkább csöndbe vagyok. A csönddel nagyon nehéz vitatkozni. Oké? Satöbbi. Tehát azért vannak ennek rétegei, nem tárom föl mindet, fedezd föl. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. A karmának a hétköznapi tisztításával kapcsolatban volna kérdésem, hogy ez mit jelent? Mikor kell egy hétköznapi karma mosógép neki, beleteszed a karmádat, megforgatod,
szennyvíz ki, téves nézetek távoznak, és a belátás illatos öblítőszerével az utolsó centrifuga előtt ugye a karmádat kicsikét kistafírozod, kiveszed, megszállítod, fölveszed és kész. Ez ilyen egyszerű. Miért? Hogyha te minden nap beteszed a tudatodat a pillanat mosógépébe, és a tisztánlátás mosószerével szépen kitakarítod a téves nézeteidet, a kapzsiságot, a haragot, akkor úgy ki tudod stafírozni az életedet, ahogy kell. Ezt hívjuk, most komolyra fordítva a szót, belső gazdagságnak. Amikor tiszta a tudat, rájössz, hogy te belül gazdag vagy. Minden ott van, ami kell. Ha be vagy fedve téves nézetekkel, kapzsisággal, haraggal, akkor még az se elég, ami a kincstárban van. Elveszíted önmagaddal a kapcsolatot. Nem látod jól a karmádat, mert az szem, a látás koszos, nem tiszta. De ezt a látáspont a ugyanaz a mosógép, ugyanabban a mosodában, ugyanazzal a mosószerrel érem el? Nem. Tehát attól vakulok meg? Nem. Ez már a ruha viselője, nem a ruha maga. Tehát azt kell tudnod, hogy te nem vagy azonos azzal a ruhával, amit ki akarsz mosni. Már ettől tisztulsz, hogy le tudtad vetni a szennyest magadról. Tehát a legelső dolog keleten, ami nyugaton a legutolsó, a nem azonosulás. A nyugat a szereti terápiába rakni az egészet. Kelet azon nyomban az énség nem létezésére mutat rá, és ezáltal a nem azonosulás bekövetkezik. Tehát a karma tisztítása nem technika. A technika az a mosógép, ami később jön, amikor már rendbe lehet rakni. Az első mozdulat, hogy te nem ugrasz bele a mosógépbe, a ruhádat teszed bele. Értjük? Tehát a meditációban a karmádat látod, és ezáltal ugye visszatérsz igazi önvalódhoz, de a buddha természeteden nincs mit tisztítani. A karmádon van. Érted? Ezért nem vagy azonos a karmáddal, és ezért nem ugrasz bele a mosógépbe. De a karmádat nyugodtan beleteszed, ezt hívom a hiba belátásának és kijavításának. A bűntudat az, hogy azonosulsz a karmáddal, akkor belekerülsz a mosógépbe, és össze is tör, hogy te kapcsoltad be. Ez az, amikor folyamatos önbüntetésben éljük az életet. Ugye? A másik, hogy én. Hát rajtam egy darab koszos ruha nincs. És akkor ez mi? Tehát ez a hibának a látóhatáron túlküldése. Nem vagy hajlandó elismerni, ez a teljes önfelmentés. És a teljes önfelmentés az ugyanolyan lehetetlenné teszi a hiba kijavítását, mint a teljes önbüntetés a bűntudat által, amely a karmával való azonosulás. Tehát a két szélsőségtől szabaduljunk meg. Az egyik típusú vakság ilyen, ez a bűntudat. Tehát letakarom a hibával a tisztánlátásomat, azonosulok vele, és ezért nem vagyok hajlandó kijavítani. Én bűnös vagyok, engem tessék így elfogadni, így szeretni, majd csak lesz valahogy. Majd feloldoz valaki. Tehát az ez. Nem akar látni, mert nem hiszi, hogy láthat. A másik, hogy hol van a probléma, hol? És akkor elküldte a látóhatáron túlra, mert úgyse hajlandó látni. És mind a kettő hiba ugyanazt eredményezi, szenvedést, úgyhogy nem látod az okát, nem látod a megszüntetését, és nem mész a megszüntetés útján. Hát ez az igazi tisztítás, hogyha visszahozom a hasonlatot valós működésre, hogy itt ülsz, és a tiszta tudat tükrében engeded a karmádat a helyére kerülni, engeded a belátást működni. A tisztánlátás ez nem egy elme találmány, nem egy projekció. Itt az elme szolgál valami nagyobbat, mint önmaga. A gondolkodás ez nem valamilyen rendszert követ, hanem a nem gondolkodóból spontán megjelenik, és mutatja azt, amit neked látnod kell, amit el kell gondolnod, amit meg kell fogalmaznod, amit meg kell különböztetned, és így elkezdenek a dolgok a helyére kerülni. Akik meditációs instrukciókat hallottak tőlem, mondtam, olyan, mint amikor a puzzle darabok maguktól a helyükre kerülnek, és a kép elkezd kiegészülni. Miért? Mert mersz látni. Tehát a karmát tisztításnak a legelső mozdulat, hogy mersz látni. És akarod az ok és okozat működését látni. És egyé mersz válni a pillanat, és nem rohansz el a múltba, vagy a jövőbe, vagy egy hipotetikus jelenbe.
Tehát a nulladik pontja a meditációs instrukcióknak az a bátorság, a nagy bátorság, ami a zen egyik alapeleme. A másik a nagy kérdés, hogy mi ez, hogy működik. És ebből van a harmadik zen alapelem, a nagy hit. A hit, ahogy ezt tegnap is említettem Egerben, az nálunk tapasztalati alapú, nem szöveg alapú és nem dogmatika támogatja. A saját hited, a saját tapasztalatodon múlik. Oké? Okay? Ezért van a meditációnak egy olyan szerepe, mely által a szellemi autonómiádat is, és a teljes egyéválást és együttműködést egyaránt visszakapod, ha elvesztetted volna, mert a karmád súlya, minősége lenyomott. Ez elképesztően fontos, amit kérdeztél. Köszönöm a kérdést. Köszönöm. Volt egy nagyon meglepő tapasztalásom nem régen, amikor megkérdezte valaki, hogy mekkora márványtáblát kap egy adott szervezetnél, ha ajándékoz 10 milliót. És akkor az ember így ül, mióta zen gyakorol, és mondom, ez de undorító, hát mondom, már 10 000 év újjászületés kapásból, az én véleményem szerint, de így elgondolkoztam, hogy mi ez, hogy onnan jön ez. És akkor valami is pontnál azt mondta, hogy mert te is ilyen vagy. Te a szellemi magas rendűség tisztánlátásának először borzasztóan tiltakoztam ellene, és akkor egyszer csak kijött, hogy itt vagyok 40x évesen, mi a jó francokat adományoztam én bárhova is. Tudom én, megnézem én a videókat, hogy persze nem vihetjük be az urnába, meg ilyenek, de azért addig gyűjtögetjük, addig azért majd a utolsó pillanatban majd odaadom. De viszont amikor az ember erre rálát, az valami borzasztó. Az az. És az, hogy belül te már a saját márványtábládat megfaragtad, simán. Hogy a te fentsőbbrendű látásmódod, az aztán mindent visz. Na. Én látok a legtisztábban. Pontosan. És ez a sok halandó, hogy mit gyűjtöget. Jaj, de szép, ez ilyen olyan üzemanyag, de én ezt annyira szeretem. Na most az lenne a kérdésem viszont, hogy ezt meglátni, de ezt én nem hiszem, hogy ez csak a meditációtól van. Ezt mi indítja be? Mester, közösség. Amit vagy ez mondasz, honnan jön? A meditációról való gondolkodás indítja be. A meditáció maga, az ezt nem. Az előtted akárhány márványtáblát akarnak, az téged hidegen hagy. De a te meditációs tapasztalatra vagy tanításra épített éned, az olyan éles megkülönböztetéssel bír, mint a penge. Hogy mindenki, aki nem legalább olyan éntelen, mint én, az kuka. Figyeled? Simán mindenki... aki kevésbé önzetlen, mint én, az kuka. Mindenki, aki többet akar elismerésként, mint én, az sokkal nagyobb egóval rendelkezik, mint én. Na, és ezek a gyönyörűséges kijelentések belül neked is van, nehogy azt hitt, hogy nincs. Legalább ő kimondta. Érted? Ott vagy te az összehasonlítás totemoszlopán, a legfensőbb fej, és alattad az összes többi a fejlődésnek egy olyan szintjén van, hogy megrekedt az evolúcióban, hogy csak a te fejed emelkedik ki a kakiból. Mindenki másé benne van. Figyeld csak meg, mert te olyat tudsz, te olyat láttál, neked olyan tiszta az énséged. Úgyhogy nagyon köszönöm a kérdést, ez mind úgy, ahogy van, kuka. Tehát mihelyt megjelenik az én, azon nyomban hiba van. Ilyenkor gratulál, nem mondom, hogy mit csinálj, csak ilyenkor márványtáblát akarsz, még le is porolom neked. Meg is fogom tűrülni, hogy tisztán a véset látszék benne, hogy te ki vagy. Persze, ha egy ego növelni akarja magát, nyugodtan növekedjék. Miért? Mert elsősorban a Kisgömböc című mesét felejtette el. Tehát ez mindent elnyel, és még nagyobb adomány, és még nagyobb márványtábla, még több templom, még több erény, és csak pukk, és meghalt. Tehát egyszer csak az történik, amit nem szeretne, és kidurran az egész lufi, úgy, ahogy van. Te ne szállj bele mások lufiába, mert akkor téged is elnyel a Kisgömböc. Tehát azzal, hogy te ezt végül is beemelted az elmédbe, és mondtál róla egy véleményt, a részévé váltál. Sőt, a következményévé váltál. Neked is lett egy márványtáblád. Na jó, de eddig sosem láttam meg 40 évig. Mi segített hozzá, hogy azt mondjam, hogy na jó, én most már nehogy ezt csináljam. De úgy tehát innentől már tényleg őszintén ez nem. Ez nem világos? Hát én. Ó, köszönöm. Hát én segítettelek hozzá, nem látod? Ez így igaz. Ezt is nekem köszönheted. És most megpróbálok kikecmeregni a pokolba. Abból a kis gödörből, ahova az önön elismerésem szépen elásott engem.
Hát ezért mondta Bodhidharma, hogy fogalmam sincs. Hogy kiáll előttem, ez a wu shun, ez a don't know, nem tudom, nem tudható. Tehát a térre nem lehet gombot varni, a felületről lehet véleményt mondani, a személynek van jó vagy rossz tulajdonsága. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt a kérdést föltetted, és mivel tudom, hogy gyakorolsz, és szerencsére a templomban is, ezért Tsungszán Szonyim tanításával szeretném ezt a kérdést zárni. Kérlek szépen, ne hozz létre az ént. Ne! Az ég, a föld, a kutyák, a macskák úgy teljesek, ahogy van. Nekünk miért kell az egoitás létrehozni? Mert nem tudjuk megállni, mert nem tudjuk uralni. Úgyhogy az, amikor megjelenik ez az ultra kemény megkülönböztetés benned, akkor azon nyomban képzelj el egy zenbotot, ami nem megüt téged, tehát azt se használ már, tehát teljesen felesleges. Amelyik szépen így visszatér ide, megragadod a mantrádat, megragadod a tantienedet, megragadod a kérdést, és ilyenkor javaslom ezt a kérdést, hogy mi ez, honnan jön? Tehát ez a rusnya nagy ítélet alkotó gondolat. Mi ez? Honnan jön? Tehát ez az énség. Ez itt rejtőzködött 40 évig. Ez honnan jön? És hogyha visszavezeted a forrásához, általában apukával való probléma ez. Vagy nagyapával, vagy mesterrel, vagy tanítóval való probléma ez. Az elismerés, adása, kapása, ítéletalkotás mások szellemisége, intellektusa és egyebe felett. Nézzük meg! Ez nem anyuka probléma, ez apuka probléma. Úgy-úgy. Úgyhogy amikor ezt így belátod, és az oknyomozás helyett a tisztánlátás puzzle darabjai elkezdik a helyükre engedni ezeket a karmákat, te olyan békés leszel, olyan nyugodt leszel, hogy előtted egy márványtábla erdő lehet, te akkor is csak a pisztácia fagylaltal törődsz, ami tényleg boldogít. Ez így van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egy párkapcsolat végén is azt a három fázist célszerű végigvinni, mint itt a halálesetnél elhangzott, tehát hogy a pozitívumok, igen, negatívumok és az elengedés. Igen, javasolt. Erőteljesen javasolt. Hogy ne így hullákkal a szívedben menjél tovább. Bizony, hogyha tényleg megszűnik a párkapcsolat, akkor az az ember úgy, ahogy volt, meghalt számodra, bár mi voltában lehetőleg tovább él, és folytatja, ahol abba hagytátok. De a szívet ilyenkor a szó legszebb értelmében ki kell üríteni, és ki kell takarítani. És ugyanezt a hármat, amit hallottatok az előbb, a gyász folyamattal, ezt a párkapcsolat halála vagy megszűnése után is meg kell tenni. Miért? Mert nem akarod ugyanezt a típust behúzni. Volt már elég szenvedés vele. Valaki más kell. Át kell adni a helyet. És ahhoz, hogy te teljesen kitakarítsd, ahhoz erre a három lépésre szükség van. Nagyon szükség van. Tehát azért, hogy ne ugyanazt kapjam, ugyanazt, értem. Igen, mert hogyha nem takarítod ki, akkor a tudatod, az archetípust, például a társkapcsolatban szereplő férfi archetípusát nem változtatta meg. És ugyanott fogod egy másik alakkal folytatni, mint hogy az elsővel abba hajtad, miután alkalmatlanak nyilvánítottad őt. És behúzol egy újabbat, amikor te folytatod. Folytatod, mert még mindig azt hiszed, hogy van javítani valód, meg hogy adsz egy újabb esélyt, meg hogy te, mit tudom én, jobb emberré akarsz válni, ezt felejtsd el. Nézd meg, hogy valójában kit fogadsz el, kivel tudsz szövetségre lépni, és itt vannak azok a meglepetések, hogy néha ugye az ellentétek és azonosságok, azok nagyon szépen tudnak arányban állni. És akkor újraindul a kapcsolat. Aztán tanulságok. Illúzióvesztésre tessék fölkészülni nagyon. Úgyhogy remélem azt, hogy közös szellemi irányvételünket megtartjuk, a dharmát, amikor legközelebb találkozunk, újra a felszínre hozzuk, és közös gyakorlattal elérünk egy olyan tiszta tudatállapotot, amely segíthet másoknak és magunknak egyaránt megszabadulni a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!